Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársa, nem gondoltam volna, hogy a költségvetés azért ennyire az egészségügy irányába megy el, de hát azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, és nagyon sok szám elhangzott, többek között államtitkár asszony elmondta, hogy és érdekes módon őtől szokatlanul visszament, hogy 2010 előtt 5000 orvosnak kellett elhagyni az országot, vagy mondjuk akár a szakmáját, vagy intézményét, amelyek intézmények megszűntek. Hiányoltam államtitkár asszonynak a hangját az elmúlt két hónapban, amikor az Zalaegerszegi kórházba 9 orvos, 9 szakorvos, traumatológus felmondott, majd megoldást próbáltak rá találni, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetem majd kisegíti az Zalaegerszegi kórházat, egyetlen egy szakorvos tudott oda vezényelni, majd egy hónap múlva 9 szakorvosból 7-et visszavettek, 2 még a megyébe sem kap munkát. Úgy, hogy a Keszthelyi kórházban jelenleg nincs traumatológia ellátás, mert az ott dolgozó egyetlen egy szakorvos felmondott. Akkor miért nem emelte fel államtitkár asszony a hangját, amikor ezt a két olyan orvost, aki 30 éve, 3 évtizede dolgozott traumatológiai osztályon, a megyében nem alkalmazzák. Tudják, mit csináltak ő velük? Elüldözték a magánszektorba. Itt Budapesten egy magánklinikán dolgoznak. Hát hol van az, hogy önök az egészségügyi dolgozók pártján állnak, amikor nem az EMMI tárgyal velük, hanem a belügyminisztériumba hívják őket fel kihallgatásra, és nem meghallgatásra. És a belügyminisztérium dönt arról, hogy kaphat-e a megyében munkát. Hol volt akkor az államtitkárság, vagy a főigazgatóság, amikor az Ajkai Kórház CTM már több mint két hónapja bedöglött? Az országos mentőszolgálat Ajkáról fekvőbetegeket szállít Veszprémbe komputertomográfos vizsgálatra. És önök azt mondják, azt állítják, hogy rendben van az egészségügy. De majd a törvénytervezetnél még folytatom.